nézők csak egy kezet láttak, amely kifőjön, és meghúzza a kart. Nagy Zoltán Péter hosszabb, rövidebb kihagyásokkal, de a kezdetektől nélkülözhetetlen tagja volt a Városi Televízió, később a Fehérvár Televízió, majd a Fehérvár Média Centrum csapatának. A Fejér megyei hírlap jelenlegi főszerkesztője azt mesélte, éveken át bujkált technikai szakemberként a díszlet asztala alatt azért, hogy a régi szignálban is látható kart észrevétlenül húzza meg. Erre azért volt szükség lévén, hogy a stúdióképhez a valós adáskiadó technika is hozzátartozott, hogy az adás a stúdióból egy helyszíni riporttal folytatódhasson. 1984-ben a Fejér megyei hírlap újságírói és fotósai Baranyi Pál vezetésével döntöttek úgy, létrehozzák hazánk első helyi televízióját. Amikor megkaptuk a Commodore 64-es számítógépet, ami akkor hatalmas szám volt, hatalmas dolog volt ez a számítógép, akkor elindítottuk, ez volt március 19-én 84-ben, elindítottuk a képújság akciónkat. Kísérleti adás néven képújságot adtunk folyamatosan, majd egy nyugodtan nevezhetem ilyen klozett kapcsoló segítségével egyszer csak átkapcsoltunk videóra, ahol még egy fél percig ugrált a kép, mert nem tudott megállni, nem találta a saját szinkronját, de utána elindult a videózás is. Megyeri Zoltán operatőr kollégánk jelenleg is a Fehérvár Televízió csapatát erősíti. 36 évvel ezelőtt döntött úgy, hogy az akkor még számítástechnikai műszerész szakmáját valódi hivatásra cserélni. Zoli a Fehérvár Televízióban megtalálta számításait, és néhány éves kitérőt eltekintve, itt dolgozik, nem véletlenül. Mint ezt az operatőr vallja, az, hogy fehérvári helyi tévés lehet, számára szinte az egész életet jelenti. Mindent. Eleve a város, tehát én amikor nekem a TV2 miatt el kellett költöznem Veszprémbe, 45 kilométer nem egy nagy történet, de amikor a Alba Volános buszt megláttam a veszprémi buszpályaudvaron, akkor azért úgy összerándult a gyomrom. Tehát nem tudom, nekem hát ez a városom aztán ennyi. A Fehérvár Televízió 4 évtizede alatt sok tucatnyian fordultak meg a cégnél, többnyire azok töltöttek itt hosszabb időt, akiket elvarázsolt ez a világ, és a munkájukat szívvel, lélekkel, szenvedéllyel végezték. Mivel hogy én itt számtalanszor elmentem innen, de tényleg olyan volt az nekem, mint a fölföld dobott kő, mert mindig visszatértem, mindig visszajöttem, és valamiért szerintem ő volt az egyik nagy szerelmem. Somos Zoltán még a Pécsi Egyetem hallgatója volt, amikor először látta meg a Sport TV Fehér stúdiójának tábláját. Eleinte itt kezdett el dolgozni Sipos Józseffel, majd a 90-es években Nagy Judit vezetése alatt csatlakozott a Fehérvár Televízió szerkesztőségéhez. A Média Centrum főszerkesztő helyettese azt vallja, helyi tévésnek lenni megtisztelő feladat akkor is, ha a televíziózás rengeteget változott az elmúlt évtizedekben, és a Magyar Televízió kötelékében elérte a sportriporteri szakma csúcsát, hiszen a feladatok ma is alázatot és érdeklődést kívánnak meg a munkatársaktól. Ha nincs meg az emberben az a közlés vágy, ami újságíróvá tette, akkor már nem. Akkor már nem újságíró. Akkor már nem újságíró. Hogy mit, hogy mondja, milyen keretek adottak ahhoz, hogy te megmutasd azt, amit közölni akarsz, az változhat. De ahogy benned van érdeklődés a világ dolgai vagy bizonyos szegmensei iránt, úgy másban más iránt, és ezt akarjuk megmutatni, és azt megértetni, hogy ez mindenkinek fontos. 1984. március 19-én a képújsággal indult el a Városi Televízió adása, de a csapat tudósított például a délszláv háborúról, a romániai forradalomról, számos sporttörténelmi pillanatról, a rendszerváltásról vagy a politikai pártok megalakulásáról. De készült több dokumentumfilm is ebben a műhelyben, például a Nyergestető című vagy a Királyaink útján Horvátországban. A Fehérvár Televízió stúdiója számtalanszor adott helyet a Magyar Televízió műsorainak a kezdetektől, és az országos televízióknak is napi szinten dolgozik a stáb.